Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Stúdión mai vendége Varga Nándor, a Magyar-Kazah Baráti Társaság elnöke. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket is. A nemrégiben az Egyesületnél tisztúító közgyűlésre került sor, de még mielőtt erről beszélgetnénk, mikor alakult ez az Egyesület és milyen céllal jött létre? Ez az Egyesület 1995. december 4-én alakult, amikor 10 lelkes karcagi dr. Fazekas Sándor vezetésével elhatározta, hogy az őseinkkel kapcsolatosan létrehozzák a Magyar-Kazah Baráti Társaságot, és megpróbálják a kazak identitást ismertetni Magyarországon, illetve a magyarok szokásait megismertetni a kazakokkal. Ugye napjainkban számos egyesület működik, kulturális egyesület, illetve mint ez az egyesület is, különböző kapcsolatokat ápolnak. Hogyan gondolja, hogy van létjogosultsága napjainkban ezeknek a civil szervezeteknek? Egyáltalán a civil szervezeteknek van létjogosultsága. Kell, enélkül manapság már az emberek nem tudják tartani a kapcsolatot, nem hoznak létre olyan közösségeket, ahol átadják egymásnak a véleményt. Attól félek, hogy ezzel a sok elektronos kütyűvel, amit én is használok, a mai fiatalok elvonják az élettől magukat. Beszélgessünk a közgyűlésről, amely nem régiben került megszervezésre. Miért kellett összehívni most ezt a közgyűlést? Két alapvető ok volt. Az egyik az, hogy a vezetőség mandátuma lejárt, a másik pedig az, hogy időközben változott a jogszabály, és ennek megfelelően kellett az alapszabályt módosítani. És akkor megelőzöm a kérdést, és el is mondom, hogy azért volt szükség, mert jelenleg egy fő vagy maximum 3 fős elnökség van engedélyezve a jogszabályok szerint, nálunk pedig egy elnök és 3 elnökségi tag volt. Úgyhogy ezt az alapszabályban módosítani kellett, illetve úgy kellett a választást már megtartani, hogy 3 fő elnökség legyen. És itt külön szeretném megköszönni Karcagi Nagy Zoltánnak, aki 3 évig együtt volt velünk az elnökségben, hogy ő most kimaradt, a munkája az hasznos volt számunkra, és mint nem elnökségi tagra is továbbra is számítunk rá. És kik lettek a tisztségviselők, a régi új vagy az új tisztségviselők, akik az Egyesület munkáját szervezik és vezetik tovább? Megmaradtunk, úgy látom, hogy a tagság bízik abban, amit csináltunk eddig, hogy ugyanúgy fogjuk tovább folytatni. Engem választottak meg elnöknek, itt is változás történt, hogy alelnök Balajti József lett, aki teljes körű aláírási és banki egyéb meghatalmazással fog rendelkezni, épp azért, ha véletlen olyan van, hogy pályázati hiánypótlást vagy bármit soron kívül csinálni kell, akkor ezt meg tudjuk így oldani. Ezen kívül Lévai Kálmán az elnökségben titkári beosztást kapott, ami nagyon jó számára, hisz feleségével, Rózsikával együtt nagyon aktívan csinálták ezt a korábbi években is, és remélem, hogy ugyanígy fogják az elkövetkező időben. Eddig 3 évre szólt az elnökség megbízatása, ez az új ciklus már 5 évre szól, azért, hogy ne kelljen olyan sűrűn elnökséget választani. Gratulálok az új elnökséghez, a régi új elnökséghez, és nagyon jó egészséget kívánunk a Karcag Televízió nevében is a munkájukhoz az elkövetkezendő években. Azt mondta, hogy 95-ben alakult ez az Egyesület, akkor sok-sok programtevékenység történt már az Egyesület szervezésében, de úgy gondolom, hogy most ne tekintsük vissza egészen 95-ig, hanem csak az elmúlt időszakra, az idei, illetve a tavalyi évben milyen programokat szervezett a társaság. Köszönöm a kérdést, de akkor csak visszatekintek a korábbi évekre, mert
95-ből a 10 alapító tagból jelenleg 3 fő van már csak az Egyesületünkben, dr. Fazekas Sándor, Varga Mihály és F. Kovács Sándor. Ők voltak az elnökség tagjai a kezdeti időszakban, és 97-ben kellett változtatni az alapszabályon és az összetételen az összeférhetetlenség miatt. Ekkor választottak meg engem elnöknek, dr. Fazekas Sándor helyett, majd 3 év múlva, 2000-ben szintén jogszabályváltozás miatt, összeférhetetlenség miatt Szepesi Tibor, Varga Mihály és F. Kovács Sándor sem vállalhattak tisztséget, tehát így jött létre ez a mostani vezetés. Ez azért fontos, mert ezek az emberek meghatározói voltak az Egyesület tevékenységének. És akkor a kérdésre visszatérek. Szerencsére a programok támogatása sikerül pályázatok útján. Ez részben az Egyesület tagjainak hozzájárulásával történik, tehát a BGA ZRT pályázatain szoktunk indulni, és évek óta sikeresen kapunk támogatást. Az elmúlt időszakban, ebben az évben több ilyen rendezvényünk is volt, de talán ki tudnám emelni azt, hogy a kunokat próbáljuk felkutatni, hogy kik hol élnek, illetve kiknek az ősei voltak azok, akik a IV. Béla idején Magyarországra jöttek velünk együtt. Ilyet találtunk a Dunántúlon, 3 települést, Előszállás, Nagykarácsony és Perkáta, ahová a kunok előörsöket küldtek ki, és ezek az emberek ott letelepedtek, és azóta is ott vannak. Szerencsére a település történetében is megtalálható, és a hagyományokat ápolják, hogy ők is kun múlttal rendelkeznek. Így sikerült őket ez évben, június 6-tól 10-ig terjedő időszakban megkeresni. Milyen más rendezvény volt még az elmúlt időszakban, ami említésre méltó az Egyesület életében? Nekünk rettentő könnyű a helyzetünk olyan szempontból, hogy az élet önmagában nagy szervező, hisz az előbb említettem, hogy egyesületünk tagjai voltak az elnökség tagjai, akik benne vannak a sűrűjében. Például Varga Mihály a Magyar-Kazak Vegyes Bizottság társelnöke. F. Kovács Sándor Kazasztánban diplomázott, aki a kazak nyelvet is beszéli. Fazekas Sándor miniszter úr úgy szintén a kazak nagykövetséggel, illetve a kazak társszervezetekkel tartja a kapcsolatot. Na most innen kezdve én nekem a feladataimat sokszor átveszik azzal, hogy ők ott vannak, irányítják a dolgokat, és például a Kazak Expóra kivitték a kun hímzést is, és Ágival együtt be tudták mutatni. De ugyanígy Györfi Sándor munkáit, aki szintén egyesületünk tagja, ugyanígy meg tudják mutatni. Úgyhogy a bőség zavarával szenvedek, hogy mi az, amit én most itt kiemeljek, és ami fontos, hogy a város életében is részt veszünk, a rendezvényeken megjelenünk, különféle lovasnapokon, koszorúzásokon és egyéb rendezvényeken. Ez volt a régmúlt történései, illetve az elmúlt időszak történései, de gondolom, hogy a jövővel kapcsolatban is rendelkezik az Egyesület tervekkel, illetve célokkal. Ezekből egy párat megosztana velünk? Hát én egyet emelnék ki, ami a kun
gondolkodást és a Kun múlt keresésével foglalkozik. Az ezévi NEA pályázatunkat benyújtottuk, ami 2024-re vonatkozik, aminek a címe az, hogy Kunhalmok, ti vagytok a mi katedrálisaink. Tudjuk, hogy a Kárpát-medencében több mint 6000 kunhalom volt, ezek közül sajnos elég sokat beszántottak mezőgazdasági területnek, de egy jó része megvan még, és az utóbbi időben azt láttuk, hogy Békés megyében vigyáznak a kunhalmokra, feltárják őket, óvják, és azt tervezzük, hogy Kunágota központtal, amelynek a nevében is benne van, a környéket, Békés megyét bejárjuk, és ott keressük fel ezeket a kunhalmokat. Én kívánok nagyon jó egészséget önnek az elkövetkezendő időszakban is. Ehhez a munkájához, illetve az egyesületi szerepvállalásához is köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam.